Bás gyors feltenétünk, mi élünk, nem félünk, mert a mi kezünkben még a koldusbot is kivirágzik. Szervusztok, magyarok! Mondjátok, milyen ország ez, ahol nincs olyan csoport, réteg és szakma, amit nem nyomorítottak volna meg? Milyen ország az, ahol mindent meg lehetett tenni? Az ez együttérzés nélküli ország. Miért? Mert akik elvették a gyerek, azok tudták, hogy mi hallgatni fogunk, mondván a mi gyerekeink már nagyok. Elvették a támogatást a magyar gazdáktól, és mi azt mondtuk, mi városiak vagyunk, ez minket nem éri. Mesterségesen gyűlöltették velünk az orvosokat, hogy az is csak a kormányra figyeljünk, és mi azt mondtuk, igen, az orvosok úgyis túl sokat keresnek, ez nem a mi bajunk. Elvették a támogatást az egyházi iskolától, és mi azt mondtuk, a mi gyerekünk világi iskolába jár. Megnyomorítják a fiatalokat, oda se neki, mi már középkorúak vagyunk, küzdjenek meg ők is. Elvesznek a nyugdíjasoktól, és mi azt mondjuk, minket nem érint, mi még fiatalok vagyunk, és különben is a nyugdíjasok nagy része hagyta magát megvenni 19 ezer forintért. Sokan a szociálkormányra szavaztak, és rántunk egyet a választ.